Ölvedi Gábor rögtönzött koncertje a Nadap nevű sétahajón adott ízelítőt a fesztivál hangulatából. A művészeti vezetőhöz csatlakoznak a hétvégén az ütős hangszerek kedvelői, és ehhez hasonló örömdobolás zárja majd a pénteki és a szombati éjszakát is. A rendezvény színpadán nagy zenekari koncertek várják a közönséget. Az ütős fesztivált az Ataru Taiku japán dobszínház előadása indítja, de egy tradicionális távol-keleti ütős hangszereket felvonultató formáció a Davai színpadra lép. Az egyik legérdekesebb színfolt pénteken a pénteki zárókoncert lesz, amikor is a kerekes band összeállt Kikivel, az első emelet egykori frontemberével, és velük lesz egy nagyon érdekes, nagyon valószínűleg többek között humoros is a produkció. Ráadásul Kiki a születésnapját fogja ünnepelni, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk mi a szervezőgárdával, és hogy mi fog történni. Az ütős fesztivál nagyszínpados koncertjei mellett érdemes a kiegészítő programokon is részt venni. A családi együttlétet erősítő foglalkozások a zene és a tánc köré épülnek. A 3 nap folyamán azért elég erősen fókuszálunk a családokra napközben. Rengeteg gyermek programot szeretnénk a közönséggel megosztani. Játékműhelyekről, újrahasznosított hangszerekről beszélgetünk. Danny Bain meséivel szeretnénk tarkítani ezt a program folyamat. Ő egy afrikai vonalon mesélő mesemondó, meseszövő. Szombaton a tahiti táncokkal ismerkedhet meg a közönség. Lesz talamba, holdalanap, majd paja be a koncert, és az estet a Parnograszt őrületes bulia zárja majd. A vasárnap pedig a családi programoké lesz teljes egészében.